véget ért a felkészülés. Igazából a világbajnokság után nem sokat pihentem, azt gondolom. Már igazából a héten, amikor visszaértem, játszottam a Ligakupa meccseken. Még egy kicsit érzem a fáradtságot magamon, megmondom őszintén, de hát most már kezdődik a bajnokság tényleg. Itt van a küszöbön az első bajnoki, szóval teljesíteni kell, nincs mese. Nagyon nehéz volt ez a januári hónap, ugye sok mérkőzést játszottunk, és a fiúknak is megterhelésben is nagyon nehéz volt. Valamint kisebb sérülések, betegségek azért tarkították ezt a hónapot is. Gondolom ez mindenkinél jellemző, de nálunk is azért beütötte a fejét. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy jól sikerült a felkészülés, nagyon komoly munkát végeztek a fiúk, és nagyon megterhelő heteken vannak túl. Ezt próbáljuk nyilván továbbvinni a felkészülésnek ezt a részét a bajnokságra, nyilván a végén járunk a felkészülésnek, már csak az egy hetünk van, úgyhogy próbálunk most már csak a finom dolgokkal foglalkozni, finom hangolás folyik, és most már mindent arra állítani, hogy kezdjük a bajnokságot. Ugye Tatabányára látogatunk az első mérkőzésen. Azt gondolom, hogy ha őszintén beszélünk, azért Tatabánya egy nagyon jó csapat, egy nálunk jobb csapat papíron. Ennek ellenére nekünk nincs vesztenivalónk, meg tudjuk mutatni, hogy mit tudunk, tényleg felszabadultan tudunk játszani. Mindent meg fogunk tenni a felkészülés során, mind a mérkőzésen, és azt gondolom, hogy ez pozitívan is elsülhet, mert tényleg azt gondolom, hogy az ellenfelet nyomja a teher. Nagyon várjuk már, hogy kezdődjön a bajnokság, hiszen nyilván ezért edzünk, ezért csináljuk, hogy végre mérkőzést játszhassunk és a bajnokságban szerepelhessünk. A Tatabánya egy nagyon jó csapat, nagyon jó erőkből állnak, és nem érdemtelenül vannak a tabella elején. Ezért úgy gondolom, hogy tét nélkül játszhatunk gyakorlatilag szinte nyomás nélkül, ezt is mondtam a srácoknak, hogy nincsen vesztenivalónk, úgyhogy egy nyugodt játékkal tudunk előrukkolni Tatabányán, és megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy egy nagyon jó mérkőzést játszunk, és természetesen mindig meglepetésért utazunk egy ilyen helyre is, de azt gondolom, hogy ha elvégezzük azt a feladatot, amit szántunk erre a mérkőzésre, akkor nem lehet szényekezni valunk, sőt, talán még akár a meglepetés is benne lehet.